Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás január 7-éig. A hétfői napon a hold uralkodik. Megnézzük, hogy mi történik hétfőn, mire számíthatunk. Itt kisüt a nap, és a nap láthatóvá tesz valamit. Azt is jelentheti, hogy megvan a magabiztos fellépésünk, és mások észrevesznek bennünket, bókolgatnak, dicsérgetnek nekünk. A nap jelentheti az apukát, az apai témákat is, vagy megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit vagy valakit. Ez lehet egy találkozás is. A keti napon Mars bolygó uralkodik. Ketten Merkur bolygó megáll egy pillanatra, utána majd előre halad. De ezen a napon úgy érezzük, mintha minden úgy megállna, nincsenek beszélgetések, minden úgy elhúzódik. Azt is jelentheti, hogy valamit szeretnénk közölni valakivel, de a keti nap nem alkalmas rá, inkább várjunk szerdáig, amikor már Merkur bolygó előre halad. Mi várható a keddi napon? Itt a fa látható. Keressük a helyünket az életben, ahol le tudunk gyökerezni. A fa az jelentheti a természetet és egy kirándulást. Például, amit a fa még jelent, az a türelem, hiszen a fának is szüksége van ahhoz, amíg gyümölcsözik, tehát ketten legyünk inkább olyan visszahúzódóak, türelmesek, talán kicsit olyan titokzatosak is. Amit a fa még jelenthet, a gyógyító erő. Ha valaki beteg a családban, akkor itt lesz gyógyulás. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol. Szerdán Merkur bolygó uralkodik, mi várható ezen a napon? Itt a kutya jelentheti a házi állatokat is, kutyát vagy cicát, de jelenti a barátságokat, vagy a hűséget, hogy ő hűséges hozzád. Lehet, hogy valaki beteg a baráti körben, de itt van az élet, erő, itt van a gyógyulás. Csütörtök. Csütörtökön a hold eléri Kétút, a lefele mozgó kármikus csomót. És ez a lefele mozgó kármikus csomó utal a múltra, mindarra, amit átéltünk már a korábbi életünkben. Kétú jelenti az érzelmeket is. Az is lehet, hogy valaki gondol ránk a múltból, és itt érzelmekről is szó van. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható ez a torony. Az jelentheti azt, hogy szeretnénk valamit megnagyobbítani. Az is lehet, hogy valaki gondol ránk a múltból, és ez a személy magas, sovány. Amit a torony még jelenthet, ha fogva érezzük magunkat egy szűkös helyzetben, ez olyan, mint egy torony, mint egy labirintus, és keresünk egy kiutat, keresünk egy megoldást. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy iskola, vagy kórház, vagy egy bírósági ügy is, és itt lesznek események. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt a medve jelentheti az élet erőnket, amikor be tudjuk bizonyítani magunkat. Ez az erő lehet a belső erő is, a hit és a bizalom.
Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van, mint például egy bíró, vagy egy ügyvéd, de lehet a főnök, vagy a főnöknő is. Lehet, hogy valaki parancsolgatni akar nekünk, nagyon erős, és emiatt vagyunk ebben a szűkös helyzetben, amikor ebből ki akarunk lépni, hiszen ez nem tetszik nekünk. És itt látható Szaturnusz bolygó szimbóluma, és Szaturnusz uralkodik szombat felett. Itt van a lilium virág szimbóluma, jelenti a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, vagy azt is, hogy most tisztázni kellene valamit. Amit a lilium még jelent szimbolikusan, ezek a szexuális témák. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Mi történik vasárnap? Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat és szerződéseket. Ez lehet adásvételi szerződés, lehet egy munkahelyi szerződés, amit a gyűrű még jelent a házasság vagy eljegyzés, és azt is jelenti ez a kártya, hogy valaki vagy valami visszatér hozzád a múltból, visszatérő események. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!